gyakorlatban a szerves vegyületekben található kémiai anyagok kimutatása közül a nitrogén kimutatása következik. Ehhez fehérje oldatot használunk fel, tojásfehérjét vízben higítunk, majd pedig szűrőpapíron, illetve vattán átszűrjük. A fehérje oldat mellett nátriumhidroxidot használunk, és a pH papírt egy kis vízzel, valamint borszeszégőre és kémcsőfogóra lesz szükségünk. A fehérje oldatból a nitrogén kimutatásához nátriumhidroxidra van szükségünk. Ez a nátriumhidroxid szilárd halmazállapotú anyag, kristályos, ami egy kicsit megköti a levegő nedvesség tartalmát, és ezzel melegítjük majd a fehérjét borszeszégő lángjánál egészen addig, amíg a fehérje oldat fel nem for, rendesen nem for. Ekkor ugyanis a fehérje az erősen rugos kimhatás mellett bomlani kezd, és a fehérjében található nitrogén felszabadul a vegyületből. A felszabadult nitrogén vegyületében ammóniában lesz majd kimutatható. A keletkező ammóniagáz a nedves pH papíron pH változást fog majd mutatni. Miután felforrt az oldat, félretesszük, és az indikátor papírból egy darabot leveszünk, vízbe mártva. Látható, hogy a pH papír színe megegyezik azzal, ami a pH skálán, a semleges, vagyis 7-es pH-nál látható. És ezek után ide teszem a kémcső nyílásába ezt a pH papírt. Sőt, egy kicsit bele is lógatom. És a fehérje bomlása során felszabadult ammóniagázt a vízben nagyon jól fog oldódni, ami a pH papíron van rajta, és vízben oldódva ammónium hidroxid keletkezik, a hidroxid ionokat pedig a pH papír színváltozással jelzi. A színváltozásnál 10-es pH-t lehet látni.